Első vagyok, csak meg kell tartani a pozíciót, ott a cél! Ezt nem hiszem el! Na sziasztok, megjelent a Rocket Racing játékmód, ami szerintem egész jóra sikeredett. Lesztek itt meglepetések bőven, ugyanis még Dave barátomat is kihívtam egy 1v1 versenyre, egy vicces kis tétért. És amikor azt mondtam, hogy meglepetések, nem hazudtam. De amúgy az a... Ha? What? Ez hogy történt? Elgittelték neki a 2500-as pontjuk. 4000 a V-bug! Na, hát akkor a 3500-as kódot ne felejtsétek. Ugye bárki, hogyha bárki autót vásárolna. Ha most gyorsabb lesz a Noel kocsi, akkor kölcsön veszem a családodat. What? Ti miért vagytok ilyen gyorsak? Ha mert gyorsabb, akkor mik ezek a lávagömbök? Ezt ki kell kerülni? Jó gondolom? Azt sem tudom, hogy megy ez a rész. Lehet úszni a nagy alapot. Meghaltam. Nem áll. De hallod, Noel, de mivel driftelsz? Én shifttel. Jó, egy kis speed boost. Vissza kell hoznom. Megvan. Mi van? Milyen szép manővert hajtottam végre. Szóval csak nem előzöl be. Mit csinálsz? Kilöktelek? Kilökted, mint a szart. Ezt nem hiszem el. Most emiatt, most komolyan? Há, de jó volt, legrifed. Hogy meg 500-al amúgy, ezt kitaláltak ki? Ezt nem hiszem el, álljatok már le. Hát, jön nincs. Jaj, de szép! Hát, sajnálom, hogy így gondolod. Pont Dave. Belépek a live-odba, azzal is erre meginvájtolsz. Hát akkor figyelj, Dave, kihívlak téged egy 1v1 mérkőzésre, és a gyerek, akkor ki kell mondanod, hogy jobb vagyok nálad. Mit szólsz ez? Jó, hát figyelj, az a kocsi, nem tudom, itt a légellenállás szempontjából milyen lesz az a kocsi. Igazából az egy méter mennyivel előrébb vagy, hogyha emiatt nyersz, akkor azt nem számítjuk. Hova repülsz fel? Repülök. Jaj, mit csinál? Ezt muszáj lesz megnyernem, most nagyon oda fogok koncentrálni minden. Csalsz, mert neked jobb az autód. Minden bevetek. Ó, beleértem a lávába, itt ugrani kéne. Így, és így is belérek a lávába, hát ez sehogy se jó. Utol fog szerni. Azt, hogy utol érek, öcskös, nézd be magad meg, és összeveszed ám a dolgokat, hogy hopp. Hoppá, azért ne hazudjál itt, hogy le vagy maradva, én már tényleg elhittem. Na mi van, Dave? Nem jössz? De ez csalás, mert neked jobb az autód. De hogy lenne jobb az autóm? Hát jobb az autód. Más az autó, hát sokkal előttem vagy, ez csalás. Én rematchet kérek így is, úgyhogy elküldesz nekem egy autót. De miről beszél? Miről beszél az ember? Hát neked más autót van, aztán ez így csalás. De miért? Miért lenne csalás? Mert gyorsabb vagy. Miért lenne gyorsabb? Csak jobb vagyok, csak szimplán. Mert előttem vagy sokkal. Csak fogadd el. Fogadd el, hogy jobb vagyok. Utolsó kör jön. Autóversenyzésben. Ide jelenne be. Jó, most adtam egy kis... Azt sem beszéltük meg, hogy autóversenyzésben vagy... Adtam egy kis esélyt, most már nem panaszkodhatsz. Álljál, mert elhitelem az összes falat, ami létezik. És már nem panaszkodhatsz. Hát jó. Vigyel meg először így. Gyorsan. Látod? Mondom, hát így már ízni. De nem, csak jobban csinálom, nem érted? Hát most... Mert te így gyakorolgattál, én megcsináltam itt a videót azért. Videót? De miért nem tudok boostolni már? Hát el fogom veszteni! Valaki csinál videót. Nem vesztetem el. Gyerünk! Ez az! Szedtem fel pont a boost-t, a tecsém! Ez az!
Hozzáérek a boosthoz és nem veszi fel. Na Dave. Igen. Hallgatlak. Mit énekeljek? Most mit akarsz? Hallani akarom. Énekelgesszek? Mondjad. Jobb vagy nálam portádba. Tessék. Ez az. Hát el vagy rakva. Jó, jó van autóversenyzésben, most elkaptál engem, de most a...